Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged, te feltetted ezt a kérdést, mi van vele? És ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez a kártya mutatja az ő belső világát, mutatja az ő érzelmeit. A hatos szám az a múltra utal. Ezek emlékek, lehetnek gyermekkori emlékek is. Vagy kármikus emlékek. Vannak nála most kármikus témák, mert nála a felfele haladó holt csomó az a bak jegyében van, és ott mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, ami kihat a sors útra. Itt vannak nála kármikus témák. Lesz nála jövőre egy sorsdöntő változás, egy új irány, és ezt érzi is, mert ez kihat az ő érzelmeire. Ami számára fontos, az a győzelem és az elismerés. Ő szeretne így a középpontban állni. Ezen a kártyán láthatjuk a tűz elemét, az mutatja az ő bátorságát, a lelkesedést, de gyakran azt is jelentheti, hogy dühös valamire vagy valakire, az is a tűz eleméhez tartozik. Most megnézzük az ő gondolatait. Ezen a képen az érmék láthatóak. Az jelenti az anyagiakat, vagy a munkáját, de elsősorban itt pénzügyi dolgokról van szó, és igazságtalanságokról. Ő úgy érzi, hogy mások kihasználják őt. A képen látható egy gazdag férfi, aki ad. A másik ebből elvesz valamit, a harmadik meg nem kap semmit. És emiatt van ez az igazságtalanság. Persze, ezek az érmék nem csak pénzügyi dolgokat jelentenek, azt is, hanem értékeket, belső értékeket is. Az ő gondolata az, hogy mások kihasználják őt anyagilag is, és nem kapja meg a megbecsülést. A következő kártya azt fogja mutatni, milyen a kommunikáció kettőtök között, vagy mi várható. Ez a kártya szimbolizálja a kommunikációt kettőtök között. Mint ahogy ez a hölgy a képen mutatja, valamit maga után hagyott. És a kelyhek mutatják az érzelmeket. Ez a múlt. És a múltban volt ez a húzavona, arra utal a 8-as szám és a könnyek. Ő nem akar a múltról beszélni. A képen az a hölgy mutatja az ő tartását. Ő szeretné, ha előre mennének a dolgok, nem beszélni a múltról, és a hold az jelenti azt, hogy te megkapod ezt az üzenetet, várj erre türelmesen, és erre számíthatsz február végén, március elején. Akkor lesz ő nyitott arra, hogy a jövőről beszéljen, hogy az érzelmekről beszéljen, de nem a múltról. A következő kártya mutatja azt, mi a vonzalom kettőtök között. Ezen a képen érezhető a harmónia.
Ez az angyal két korsót tart a kezében. Az egyikből áramlik az arany, és az a nap szimbóluma, a másik korsóból áramlik az ezüst, és az a holdra utal. A nap az egy férfias energia, szimbolizálja a gondolatainkat is, és a hold az egy nőies energia, és mutatja az érzelmeket, vagy az álmainkat. Itt mindkettő szerepet játszik, a férfias energia és a nőies energia, az utal rá, és az utal rád. Meg lesz kettőtök között a harmónia. De ez nem csak a testi kapcsolatot mutatja, hanem az öntudatot is, meg az érzelmeket. Itt minden rendeződni fog kettőtök között. A következő kártya azt mutatja, hogy hova fekteti be ő most az energiáját. Mi az, ami számára fontos? Vagy milyen lépéseket fog tenni irányodba? Ezt most megnézzük a következő kártyánál. Nézd meg ezen a képen ezt a lovas férfit. Ez mutatja az ő jelenlegi helyzetét és az ő tartását. Ez a ló mozog előre, de jelen pillanatban még megáll. Így megállnak az események, de ő mozogni fog, közeledik hozzád, de légy kicsit türelmes, mert az érmék azok a föld elemeivel állnak összeköttetésben, és a föld eleme utal a türelemre. Ő nem fogja elsietni a dolgokat, de látható, hogy jönni fog. Lesz köztetek újra egy kapcsolat, mert ez számára értékes. Az érmék mutatják az értékeket, a belső értékeket is, és a reális dolgokat. Tehát ez az álom megvalósul. Ami őt jelen pillanatban foglalkoztat, az az anyagiak, azt szeretné rendezni, az feltartja őt egy kicsit, meg a munkahelyi dolog, mert ez összefügg. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy lesz-e szerencse, hogyan alakulnak a dolgok. Ezen a kártyán a négyes szám tükröződik. Az jelenti a biztonság érzetét, nem csak az anyagiakat illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Ha megnézed ezt a képet, látható ez a szürke felhő mindenütt, ami a félelmekre utal. De középen megvan a fény, és ez azt jelenti mindkettőtök számára, különösen az ő számára át kell tennie magát a félelmeken. És mivel ez a férfi ezen a képen becsukott szemmel befele tekint, fontos számára ez a belső nyugalom. A kardok jelentik azt is, hogy elvágják a félelmeket, tehát ez itt a fő téma. Amit még a kardok jelentenek, az a levegő eleme, a könnyűség és a kommunikáció. Hogy szerencsétek legyen a párkapcsolat területén, fontos félelmek nélkül belépni ebbe a párkapcsolatba, és megtartani a belső nyugalmat,
ami még fontos, hogy döntéseket hozzon, vagy mindketten hozzatok döntéseket, mert fontos a beszélgetés. A következő kártya azt fogja mutatni, mik a nehézségek, mik a korlátozások. Ha megtekintjük ezt a kártyát, akkor itt látható egy szép, harmonikus családi kapcsolat. De itt ezen a helyen, ennél a jóslásnál az akadályokat mutatja, ami arra utal, hogy vagy a gyermekkori emlékek, ami nála félelmeket, szomorúságot vált ki, vagy az ő családja, vagy a rokonok azok, akik itt megnehezítik az ő helyzetét, vagy kihat a ti párkapcsolatotokra. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi változik a közeljövőben. Mint ahogy ezen a képen látható, van egy húzavona. Azok lehetnek az ő ellenségei, de ez lehet egy belső feszültség is, amikor elgondolkozik azon, tegyem vagy ne tegyem. És ez a helyzet, vagy ez az érzés elmúlik nála, mert itt lesznek változások, és javulni fog a helyzet. Biztos lesz magában. A következő kép azt mutatja, hogy mi a terve, mik az álmai, mit szeretne megvalósítani. Ezen a képen látható a tűz eleme. Az szimbolizálja a lelkesedést és a testi kapcsolatot is. Nála vannak célok, magas célok, és ő ezt szeretné elérni. Ha én ezt a képet nézem, nekem mindig a nyilas jegye jut eszembe, és a nyilas jegye az utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra is, bizonyára ez is fontos számára. Ez lehet egy belső út is. És a következő kártya azt fogja mutatni, mi lesz kettőtök között. Leírja a jövőt. Itt ezen a kártyán látható a fő papnő. Ő őrzi a sorsok könyvét. Ott minden le van írva, ugyanúgy, mint a csillagképekben is. Ez azt jelenti számodra, ez azt jelenti számára, mindkettőtök számára, hogy ez a párkapcsolat itt ebben a sorskönyvben le van írva. Ugyanúgy, mint ahogy a csillagokban is így áll. Az azt jelenti, hogy köztetek van egy lelki kapcsolat. Ha ez így van, akkor bíz benne. Bíz ebben a szerelemben, és abban is, hogy ő visszatér hozzád. És őrizzétek meg ezt a belső nyugalmat és a harmóniát, mert az ahhoz vezet, hogy lesz egy szép, harmonikus párkapcsolat kettőtök között. És a következő kártya utal egy lelki üzenetre. A lelki üzenet az, hogy várható egy kellemes meglepetés. Kedves Mirjen, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!